Bányai Csonti vagyok, ez pedig itt a YouTube Pisokos, és szánom válom, de az elmúlt egy-két hétben sajnos nem tudtam újabb videót készíteni, de most itt vagyok töretlen erővel, és azért is vicces ez, mert ebben a kis videós összenetben pont a konzisztenciáról vagy következetességről szeretnék beszélni. Hoppá, na, tehát következetesen most random ide jött egy kutya. Mi is ez a következetesség így a videózásban, és miért fontos ez? A következetesség azt jelenti, hogy így a nézőitek számára kicsit kiszámíthatóvá teszitek a csatornát olyan szempontból, hogy mikor és milyen formában jelentkeztek újabb tartalommal. Ez azért fontos, mert így ők is sokkal inkább tudnak készülni rá a lelkiekben, hogy mikor várhatnak tőletek új videót, és azt milyen formában. És az emberek azért szeretik, úgymond, a megszokott dolgokat, még akkor is a újdonságról van szó, de kicsit emészhető formában, és úgy, hogy könnyen hozzá tudjanak szokni, felvegyék a ritmust, és tudják, hogy mondjuk XY-tól mondjuk minden héten, vagy minden második héten, vagy minden nap, vagy minden második nap várhatnak valamilyen új videót valamilyen témában. Ez segít nektek is, hogy jobban be tudjátok osztani az időtöket, hogy mikor, mennyit tudtok foglalkozni a videókkal, és ehhez érdemes általában igazítani, úgymond a műsor tervet is, ha van olyan. Én például azt vallom, hogy szeretnék minden napra legalább egy videót. Hála Istennek, ezt mondhatom, hogy többnyire túl szoktam keresni. Na, de miért még rám szakadna a mennyezet? Tehát én például ezt a tematikát vallom, illetve most ebből a YouTube kisokossal igyekeztem minden hétvégére egy ilyen kis videócskát összerakni. Ez mondjuk az utóbbi pár hétben kicsit fél volt, de attól még az igyekezet megmaradt. A lényeg, hogy én például nem osztom így be, hogy X napon ilyen videó, ez ennyi időközönként jelentkezik, mert ezt úgyse tudnám tartani, ezt én tudom magamról. Ugyanakkor azt valom, hogy minden napra valami kis videót szeretnék, ha csak egy 5 perces kis sziasztok hello, akkor egy 5 perces kis sziasztok hello videó. Úgyhogy ezért fontos, hogy konzisztensek maradjatok a nézőitek miatt, és magatok miatt is. Még ezzel kapcsolatban arra fontos kitérni, hogy ugye senki nem várhatja el senkitől, hogy az év 365 napjában rendelkezés álljon, és még karácsony éjjelén is jöjjenek a videók, vagy szilveszter estéjén. Valaki megcsinálja, de valószínűleg nem. Elmehetnek az emberek szabadságra, betegek lehetnek, vagy történhet bármi más, ami mondjuk meggátolja őket abban, hogy ezt a konzisztenciát tartani tudják. Vagy pedig tudatosan változtatnak rajta. És itt nagyon fontos, hogy próbáljátok meg ilyenkor informálni a nézőiteket erről a változásról, vagy kihagyásról, ami a videóban keletkezik. Ha elmentek szabadságra, nyugodtan megmondhatjátok, hogy most egy pár napig nem lesz, vagy ez a kis videószéria most szünetelni fog, ezért és ezért. És akkor ők is tudni fogják, hogy igen, most lesz egy kis szünet, de utána majd várják vissza, és nem fogják elhagyni a csatornát, vagy esetleg tudják, hogy ja, hát ez most nem elfelejtette, hanem más dolga van. Tehát ezt így sokkal közvetlenebbé lehet tenni a nézőkkel. Vagy pedig, hogyha változtatni szeretnétek a műsortelven, azt is nyugodtan tegyétek közre, mert így akkor ők is tudatosabban fogják várni az újabb fajta tartalmat, az újabb fajta formátumban. Úgyhogy erről szólt a következetesség és a konzisztencia, és ennél nem tudtam vele segíteni néhányatoknak a csatorna menedzselésében. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Addig is legyetek jók, sziasztok!